A miniszterelnök sajnálja, de elfogadja a tapolcai választás eredményét. Orbán szerint a Fidesz más utat választ. Saját törvénymódosítójára szavazott nemmel Fazekas Sándor. A földtörvényt több miniszter sem támogatta. Kártalanítást kapnak a Questor ügyfelek. A parlament döntését Rogán megnyugtató megoldásnak nevezte. Harcra fel, 150 katonát küld Magyarország az Iszlám Állam elleni misszióba. Jó reggelt kívánok, Önök az ATV híradóját látják fél hétkor. Lövöldözés volt éjjel Budapest belvárosában. Nem sokkal éjfél után hívták ki a rendőröket a 7. kerületi Király utcába, ahol a helyszínelők gázpisztolyból származó hüvelyeket találtak. A bejelentő szerint több lövés is dördült, de egyelőre nem tudni pontosan, mi történt. A lövöldözés az utca Deák tér felüli végén egy bolt előtt volt. A rendőrség a helyszínelés idejére lezárta a területet. A tapolcai választás demokratikus verseny volt, tudomásul kell venni és tiszteletben kell tartani a választók döntését, mondta Orbán Viktor Zalaegerszegen. A miniszterelnök azt is mondta, hogy sajnálja az eredményt. Orbán Viktor úgy fogalmazott, mi másként kötnénk össze Magyarországot Európával és a világgal, mint ahogy ezt a Jobbik tenné, és azon kell dolgozni, hogy a Fidesz útvonalterve vonzóbb legyen az emberek számára. A négy. A magyar nép. Ezt válaszolta Orbán Viktor ma Zalaegerszegen egy újságíró kérdésére, amikor azt kérdezte, hogy mi döntött a hétvégén a tapolcai időközi választáson a Jobbik jelöltje javára. Magyarországon demokrácia van, és egy-egy politikai erőnek a súlyát azt a magyar nép jelölti a döntései révén. Most ez így történt a hétvégén is, egy szép demokratikus verseny volt, 21 néhány jelölttel, komoly lehetőségek adottak az ember, és így döntött a nép. Orbán azt mondta, hogy bár sajnálják az eredményt, de azt tiszteletben kell tartani, és a Fidesznek tudomásul kell venni. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy az a dolguk most, hogy az az útvonalterv, amivel ők rendelkeznek, az nagyobb vonzerőt tudjon az emberek irányába kifejteni, mint az a hétvégén történt. Egyszerre nő a magyar gazdaság és áll biztos pénzügyi alapokon. Ez egy komoly dolog. A miniszterelnök Zalaegerszegen arról is beszélt, hogy befejezik a kórház fejlesztést, és ha kell, akkor vágányt építenek az ipari parkba, és ahogy Sopronban és Egerben, úgy itt is segíti a város közúti megközelítését. 2018-ig befejezzük azt a közútfejlesztést, amelynek segítségével 2x2 sávos autóúton önök el tudják érni a már létező magyar autópályarendszert. Zalaegerszeg és a kormány közötti megállapodás aláírását követően Orbán Viktor miniszterelnök azt is mondta, hogy ezek a fejlesztések nem jelentik azt, hogy a pénzügyminiszternél számolatlanul áll a pénz. A kormány most a rendelkezésre álló keretet osztja fel. Saját törvénymódosító javaslatára szavazott nemmel Fazekas Sándor. A földtörvény módosítását Varga Mihály, Bencsik János és Hende Csaba sem szavazta meg, így egyelőre elhalasztották a döntést a nemzeti parkokról. Közben az MSZP nyilvánossá tesz egy olyan sorvezetőt, amelynek a segítségével a gazdák kikérhetik a földpályázatok bírálatát. Gőgő Zoltán szerint ugyanis súlyos visszaélések történtek. A szocialisták a visszaélések feltárására a brokerügy.hu oldalon egy földmutyival foglalkozó honlapot is indítanak. El fogjuk végezni azt az ellenőrzést közösen a gazdákkal, amit nem csinál az NFA, ugyanis vannak olyan nyertesek, akik már 2 évvel állattal kellene rendelkezni, és egyáltalán nincsen. És azt látjuk ezzel szemben, hogy több száz család pedig úgy maradt legelő nélkül, hogy ott van a rengeteg állat, amivel fogalmuk nincs, hogy mit kezdjenek. Kártalanítást kapnak a Questor ügyfelek. Az országgyűlés döntését Rogán Antal megnyugtató megoldásnak nevezte. Nem így az ellenzéki pártok. Ők azt mondják, közpénzből fizettetik meg az államigazgatás hibáit. Vagyis az egész ország Questor károsult. Közben a világgazdaság rámutatott, nem csak így éri kár az adófizetőket. Azzal, hogy az állam bankokat vásárolt, be kell szállnia a károsultak érdekében létrehozott alapba is, és ez megint több milliárd adóforintot jelent. A Magyar Nemzeti Bank az
megelőlegezze. Megnyugtató megoldás született a Questor károsultak teljes kártalanítására, mondta Rogán Antal. A Fidesz frakció vezetője a törvényjavaslat elfogadása után azt mondta, azért nem tudtak megállapodni a részletekről a bankszövetséggel, mert a javaslatokat nem tartották jónak. Ha tettek volna le jobb javaslatot az asztalra, akkor azt gondolom arról tudtunk volna érdemben tárgyalásokat folytatni. A Fidesz országgyűlési képviselőcsoportjának az volt a szempontja, hogy ahogy a Budakes és más broker botrányok károsultjait, a Questor károsultjait is mielőbb kártalanítani tudjuk, hogy az emberek mielőbb a pénzükhöz jussanak. Azt gondolom, hogy erre a mi megoldásunk volt a kielégítő. A bankszövetség szerint már a kiinduló pontok is eltértek a tárgyaláson. A főtitkár azt közölte, nem tartoznak felelősséggel a csaló brókerek miatt, a bankrendszer pedig már egyébként is túlterhelt. Múlt pénteken Orbán Viktor is azt mondta, hogy plusz terhet csak egyeztetés után lehet a bankokra tenni. A kormánynak van egy megállapodása az EBRD-val és a bankszövetséggel. Mi szerint semmilyen a pénzügyi rendszer terhelő újabb adót vagy hozzájárulási kötelezettséget nem vetünk ki velük való konzultáció nélkül. Az MSZP szerint a most elfogadott törvénnyel végső soron az adófizetőknek kell állniuk a kártérítést, a bankok csak megelőlegezik az összeget. Viszont, hogyha nem jön be elegendő pénz a Questor felszámolása során, illetve az elkövetők vagyonából nem jön be annyi, ami fedezni a kárt, akkor ezt majd a bankok leírhatják az adójukból. Ez azt jelenti, hogy ez az összeg nem folyik be a költségvetésbe, ezért újabb terhek jelenhet. Meg akár új adók, amik Questor adóként is megfogalmazható. A DK csak azért szavazta meg a törvényt, hogy a károsultak mielőbb pénzükhöz jussanak. A párt alelnöke szerint visszafelé sülhet el, hogy az állam bankokat vásárolt. Akkor ezen keresztül nekik is helyt kell állni ebben az alapban, ez kétségtelen tény. Azonban ez ezteket a bankokat megrodgyanthatja. És ez is egy káros következménye lesz ennek. Nagyon súlyos következményekkel kell még számolni a magyar gazdaságban ezzel a brokerbotránnyal összefüggésben. A Jobbik szerint, ha igazak a számítások, akkor az állami bankokon keresztül az állampolgárok fizetnek a károsultaknak. Mi pénzünkből, az adófizetők pénzéből, az adófizetők forintjaiból kell kifizetni ezt az államnak. Ezért mondja azt a Jobbik már régóta, hogy bizony a bírósági gyakorlatban gyakrabban kellene alkalmazni a részleges vagy teljes vagyonelkobzás intézményét. Szabó Tímia szerint a mostani törvény nem megoldás. Puha gerincű kormány, szerecsen mosdatása és egy szemfényvesztés. Ez a fideszes brókerbotrány, amire nem hajlandók olyan figyelmet fordítani, mert valóban az elkövetőket vonja felelősségre. A képviselő szerint az MNB nyereségéből azonnal kártalaníthatnák az ügyfeleket. Sztrájkba kezdtek a debreceni Questor fiók dolgozói, tudta meg az Index. A portál beszámolója szerint a dolgozók azért háborodtak fel, mert az elfogadott törvény szerintük diszkriminálja őket. Közleményük szerint az új jogszabály kizárja őket és családtagjaikat a kártalanításból, és kollektíve teszi bűnössé őket a felső vezetés törvénytelenségeiért. Az ügyfélfogadást átmenetileg felfüggesztették, és csak telefonos ügyfélszolgálatot látnak el. 30%-os béremelést kapnak a rendvédelmi dolgozók júliustól. A parlament elfogadta az életpálya modelljükről szóló törvényt, aminek része az is, hogy 2016-tól évente további 5-5%-os emelés jár nekik. A korábbi 30 féle pótlékból 5-5 tartanak meg, a korábbi pótlékok jelentős része pedig beépül az illetménybe. A képviselők kétharmadának kellett megszavazni a törvényjavaslatot, a Fidesz mellett a szocialisták is igennel voksoltak. Egyszerre legfeljebb 150 magyar katona fog harcolni az iszlám állam ellen, így döntött az országgyűlés. A kormánytöbbség, azaz a Fidesz és a KDNP mellett 8 független képviselő is megszavazta a 2017 végéig tartó magyar missziót. Az MSZP, a Jobbik és az LMP nem támogatta a javaslatot, és egyetlen fideszesként Bencsik János sem. A külügyminiszter szerint a legbölcsebb és a legfelelősebb döntés született. Schiffer András azt mondta, hogy a magyar katonai szerepvállalás csak egy lap Orbán Viktor pókerjátszmájában. Ezzel fizetik meg a kormány kalandor külpolitikáját. Ide az iraki Erbilbe május második felében érkezhetnek meg a törzstisztek. Utánuk az összekötők és a parancsnokok utaznak ki. Elsősorban az Erbil melletti kiképzőközpont védelmi feladatait látják majd el, és a kiképzők mozgását biztosítják majd. Erbilben, ahol a katonáink szolgálatot fognak teljesíteni, illetve a minek környékén a katonai szolgálatot fognak teljesíteni, ott a biztonsági kockázat közepes. De iraki mércével mérve közepes. Tehát
Természetesen, mint minden háborús helyzet, ez a helyzet is veszélyekkel jár. Akkor azért van honvédségünk, és azért vannak szolgálataink, azért vannak ezzel foglalkozó intézményeink, hogy az így kialakult helyzetet kezelni tudják. A Jobbik szerint hatalmas kockázatot rejt a magyar misszió, mert nem garantálható a magyar katonák biztonsága, és mától megnő a Magyarország elleni terrorveszély kockázata. Arra nem kaptunk megnyugtató választ a kormányzat egyetlen tagjától se, se Orbán Viktortól, se Hende Csabától, se Kósa Lajostól, hogy ki fogja vállalni azért a felelősséget, hogyha Magyarországon egy terrortámadás történik a közeljövőben, köszönhetően az ISIS ellen meghirdetett katonai fellépésnek. A Párbeszéd Magyarországért politikusa sem támogatta a magyar szerepvállalást. Szijjártó Péter több heti kérésünk ellenére sem tudott megnyugtató választ adni, sem jogilag, sem pénzügyileg, sem pedig biztonsági szempontból azokra a kérdésekre, hogy hogyan finanszírozható és hogyan tudják garantálni a magyar katonák biztonságát. Schiffer András, az LMP frakció vezetője szerint ezt a magyar missziót nyugodt lelkiismerettel nem lehetett megszavazni. Az egész történet, amihez nem várt segítséget kaptak a gyurcsányistáktól, bajnaistáktól, valamint Kéz Zoltántól, az nem más, mint egyetlen lap Orbán Viktor pókerjátszmájában, ennek a pókerjátszmának pedig Magyarország lesz a vesztese. A Szolidaritás társadalmi elnöke, az egykori katona Kónya Péter sem támogatta a magyar szerepvállalást, mondván a katonák bármikor fegyveres konfliktusba keveredhetnek. Európa közepén egy kis ország vagyunk, és nem gondolom, hogy a világ csendőre szerepében kellene tetszelegnünk, hanem sokkal inkább egy békebírói szerepvállalást kellene Magyarországnak ebben az ügyben is felvállalnia. A magyar kiküldetést az Együtt politikusai azért támogatták, mert szerintük lényeges, hogy Magyarországnak helye legyen a világban, mondta Szelényi Zsuzsanna. Fontos nekünk, hogy Magyarország jelen legyen azokban a nemzetközi ügyekben, amikor népirtásról van szó, amikor az emberi jogok brutálisan sérülnek. Magyarországnak ez is felelőssége, és az is, hogy az európai szövetségeseink, akiket az iszlám állam nálunk sokkal konkrétabb módon veszélyeztet, azokkal ebben az ügyben szolidaritást vállaljunk. Magyarország a 17. olyan ország, amelyik az iszlám állam elleni harcba katonákat küld. Az ügyészséghez fordul Váradi András családjának ügyvédje, amiért a rendőrség bűncselekmény hiányában megszüntette az eljárást az alcsútdobozi polgármester jelölt halálának ügyében. Váradi Andrást tavaly gázolták halálra. Magyar György szerint a nyomozás során nem derített fel minden körülményt a hatóság. Itt alcsútdoboz közelében történt a baleset még tavaly októberben. Váradi Andrást akkor gázolták halálra, amikor az autójáról leesett létrát próbálta visszatenni. Egy 84 éves férfi ütötte el. A rendőrség most bűncselekmény hiányában szüntette meg az eljárást. Az eljárást folytatni kell, így nem zárható le. Magyar György úgy látja, addig nem lehet lezárni az ügyet, amíg nem tisztáztak minden részletet. Az ügyvéd szerint ellentmondások vannak a két szakértő véleménye között, és hiába szerették volna, hogy a helyszínen rekonstruálják a balesetet, ez nem történt meg. Magyar György szerint az is furcsa, hogy nem vettek vérnyomokat az ominózus létráról. A vérnyomok pont olyanok, amelyek nagyon sokáig rajta maradnak az eszközökön, tehát egy hemigenetikus a mai technikai felkészültség mentén tud belőle következtetéseket levonni. Ugyanis a létra különféle sérülései igencsak eligazítanak bennünket arra nézve, hogy valójában hol történt a baleset. Az ügyvéd szerint a balesetet okozó idős férfi mindenképpen hibázott, amikor az elakadás jelző figyelmeztetését nem vette észre, és a szakértők szerint is fékezés nélkül gázolta el Váradi Andrást. Az is az iratismertetésnél derült ki, hogy volt még egy keréknyom, amit a baleset helyszínén rögzítettek, de ez nem a gázoló autója volt, tehát a balesetet más is láthatta. Az ügyvéd panaszaival most az ügyészséghez fordul, abban bízik, hogy folytatódhat az eljárás. Ha mégsem így lesz, akkor pótmagánvádat nyújtanak be. És eddig a híradó hírei, most a szó Mészáros Antóniáé, kezdődik a Start. Szervusz Antónia, jó reggelt, és persze azoké, akik a vendégeid lesznek, kik ők. Szervusz Géza, jó reggelt, Kösztor ügyekkel fogunk kezdeni. Először itt lesz Nyers Rezső, a Bankszövetség volt főtitkára.
Aztán szintén ezzel a témával folytatjuk Tuzson Bencével, a Fidesz frakció szóvivőjével, és itt lesz utána Sallai Róbert Benedek LMP-s képviselő annak a törvénynek az ügyében, amiről a híradóban is lehetett hallani, a Nemzeti Parkok földjei tette volna szintén a föld alap kezébe, és nem ment át mindenki meglepetésére tegnap a parlamenten. Aztán Magyar György ügyvéd és Krémer Ferenc szociológusok is itt lesznek a következő híradó után, Váradi András elgázolásának témájában, ezzel is foglalkozott már a híradó, és itt lesz Szabolcs országgyűlési képviselő az Együttől egy szülővel, ugyanis abban az ügyben tiltakoznak szülők, városszerte, de most leginkább Csepelen, hogy összevonnak óvodákat közös vezetőség alá. Csepelen 24 tagintézménnyel működne az új hálózat. Maradjanak velünk minél tovább. Köszönjük szépen, fontos témák lesznek tehát ma reggel is terítéken. 7:30-kor pedig ismét híradóval jelentkezünk, most tehát indul a start, de előtte még megmutatjuk az időjárás jelentést, viszontlátásra.